Az én életem leges-leges legkedvesebb próbaidőszaka még nem ért véget. 3 hete próbáltuk a Szálak a kukfészkére című előadást Bagó Bertalannal, amikor megjött a koronavírus, és abba kellett hagyni. Én nagyon vágytam dolgozni Bercivel, mert kiváló előadásait láttam, de ez a próbaidőszak még sokkal-sokkal jobb volt, mint amire én számítottam. Berci nagyon, nagyon szereti az embert, nagyon szereti a színészeket, és nagyon szereti jól érezni magát. Ennek megfelelően mi is nagyon jól éreztük magunkat mellette, és egy nagyon termékeny próbaidőszakot voltunk kénytelenek megszakítani. De remélem nem sokára folytatódni fog. Ha ki kell emelnem egyetlen előadást a kecskeméti előadások közül, akkor az mindenképpen García Lorca Vérnász című előadása, amit Kocsis Pál rendezett a Rusz József Színház teremben. Engem 2017 nyarán egy nagyon nagy veszteség ért. Egy olyan hirtelen jött és nagy erejű veszteség, ami után az ember terápiára szokott menni. Én nem mentem terápiára, jött az ősz, és elkezdtük a vérnászt próbálni. A vérnász a veszteségről szól. Arról szól, hogy az ember hogyan képes, vagy hogy hogyan nem képes feldolgozni a saját veszteségét. Azt gondolom, hogy mindenkit nagyon sokféle veszteség érhet az életben, és egészen biztos, hogy mindig az a veszteség a legnagyobb, amit éppen akkor átérünk, hiszen azzal van dolgunk. Ennek a próbaidőszaknak és ezeknek az előadásoknak minden pillanata olyan telített, olyan igaz, olyan embert próbáló, és olyan szép volt, amit színész csak kívánhat magának. Én hittem is, meg nem is hittem, hogy a színház az mondjuk gyógyító hatású, de én 2017 óta vallom, hogy a színház segít megélni, átélni és túlélni.